Történelmi apróságok Vazul unokái A 11. század egyik legkülönlegesebb alakja volt az a vazul, akit Szent István megvakítatott, de akinek a leszármazottai mégis évszázadokig ültek a magyar és egyéb trónokon. Vazul fiai, Levente, András és Béla apjuk halála után elmenekültek, majd István halála után hazatértek, és később ketten is elfoglalták a magyar trónt, ahogyan gyermekeik közül is, többen trónra kerültek. Salamon. András elsőszülött fia, német támogatással vált magyar királlyá, amelyben része volt annak is, hogy felesége egy német római hercegnő volt, harmadik Henrik német császár leánya. Salamon, bő egy évtizedig ült a trónon, majd kényszerűségből lemondott róla, aztán élete végéig próbálta azt visszaszerezni. Adelheid András egyetlen lánya, második cseh herceg második felesége lett, s gyermekei közül cse fejedelem lett, Judit pedig első ulászló lengyel fejedelem feleségeként, a korszak egyik legnagyobb hatású lengyel uralkodójának, Ferdeszájú Boleszlávnak az édesanyja lett. Judit halála után Ulászló, Judit nagybátyjának, Salamonnak az özvegyét vette feleségül. Adelheit férje, Vratislav, egyébként annak a Sveinfurti Juditnak volt a fia, akinek második férje Orszeolo Péter magyar király lett. Dávid András másodszülött fiaként született, legalábbis Anasztáziától. Ő nem vett részt a trónharcokban, s a politikával sem nagyon foglalkozott, hanem a papirend tagja lett. György. András egy marót faluból származó úrnővel folytatott viszonyából született, aztán Skóciába távozhatott, hiszen a Skót Drummond klán tőle származtatja magát, az utódai között pedig Skót és angol uralkodók is vannak. Géza Béla nagyobbik fiaként került a magyar trónra, amikor legyőzte unokatestvérét, Salamont a Magyaródi csatában. Nem uralkodhatott azonban túl sokáig, hiszen már három évvel később elhunyt, igaz, gyanús körülmények között. A krónikák szerint éppen Salamonnal tárgyalt, amikor a fiatal király hirtelen megbetegedett és meghalt. A rossz nyelvek mérgezésről beszéltek. László Bátyja Géza halála után került a magyar trónra, s kivételes fizikuma miatt Isten atlétájának nevezték, de nem csak erről ismert sikeresen harcolt Salamonnal, akit börtönbe is vetett, majd megszilárdította a királyi hatalmat. Igazi lovak király volt, akinek az uralkodása alatt avatták Szenté István királyt, Imre Herceget és Gellért püspököt is, többek között. Egy évszázaddal később aztán őt magát is Szenté avatták. Csak leányai születtek, de egyik unokája, aki a szintén szenté avatott piroska fiaként született, egészen a bizánci trónig jutott, császárként. Lampert Béla legkisebb fiáról szinte semmit nem tudni. Bátyai uralkodása alatt saját herszegségét igazgatta, de nincs arról információ, hogy felesége vagy gyermekei lettek volna. Talán nem sokkal László halála után hunyt el. Zsófia Béla talán legnagyobb leánya, előbb egy marisztriai őrgróf, majd egy száz herceg felesége lett. Mindkét házasságából születtek gyermekei, akik leszármazottai igen fontos szerepet játszottak a magyar és a világtörténelemben. Ilyen leszármazott volt Merániai Gertrúd, második András felesége, vagy Barbarossa Frigyes, német-római császár. Eufémia, Béla talán, második leánya, egy Ottó nevű morva herceg felesége lett, aki féltestvére volt Vratislávnak, Adelheit hercegnő férjének. Eufémia így a menyelet Orszeolo későbbi feleségének, Sveinfurti Juditnak. Egyik fia, Szvatopluk, cseh uralkodó, a másik, Ottó, pedig morva uralkodó lett. Ilona Béla talán harmadik leánya, Demeter Zvonimir feleségeként horvát és szlavon királyné lett, s talán nem véletlenül hívták a horvátok, szép Ilonának. Több gyermekük is született, de egyetlen fiúk fiatalon meghalt. A nép körében nagyon népszerű Ilona, befolyásos királyné volt, és férje halála után komoly szerepe volt abban, hogy nem sokkal később a magyar királyság uralma alá került Horvátország. Ismeretlen leány. Bélának volt egy ma már ismeretlen nevű leánya is, akiről nem túl sokat tudni azon kívül, hogy létezett, feltehetően fiatalon meghalt. Ha újabb videókat szeretnél, kérem, iratkozz fel.